A fővárost Fiumével a Balaton déli partja mentén összekötő vasút megépítésének terve már a szabadságharc előtti hazai vasútépítési koncepcióban szerepelt, melyben elsősorban a magyar reformpolitika vezetői Széchenyi és Kossuth elgondolásai érvényesültek. Kossuth a közlekedés fejlesztését állami költségen, valamint a nemesi közteherviselés érvényesítése mellett kívánta megoldani. A legfontosabb feladatnak az osztrák közvetítő kereskedelem kikapcsolását és a magyar áruk világpiacra juttatását tekintette. Ennek érdekében Fiume a magyar tengeri kikötő fejlesztését, illetve gyors és olcsó megközelíthetőségét szorgalmazta. A Budáról a Balaton mellett Károlyvároson át Fiuméig, illetve Bukkáriig megépítendő vasútvonalat Széchenyi a második legfontosabb vonalnak jelölte meg. Az út közismert volt, hiszen az ország középső területeiről a tengerpart felé menő szekérforgalom évszázadokon keresztül ezen a lehető legrövidebb útvonalon zajlott. Így a vasút számára is ezt a történelem során kialakult irányt jelölték ki. Mint az első felelős magyar kormány közmunka és közlekedésügyi minisztere, Széchenyi javaslatát az 1848. évi országgyűlés elé terjesztette, amely azt törvényerőre is emelte. A kivitelezésre 8 millió forintot szavaztak meg. A nagyszabású terv megvalósítását azonban a szabadságharc bukása, majd az azt követő osztrák elnyomás és a gazdaságpolitika megakadályozta. A szabadságharc leverése után a magyar vasútvonalakat bécsi központtal az osztrák hálózathoz csatolták. Mivel további fejlesztésekre állami pénze a monarchiának sem volt, ezért a vonalakat végül eladták, és az újak építését is állami kamatbiztosítékok mellett magántársaságok kapták meg. Ennek megfelelően a Buda-Székesfehérvár Nagykanizsa vonalat a Balaton déli partján 1856-ban a Ferenc József császár keleti vasúttársaság kezdte építeni. Majd a magánosítási döntést követően az építkezést a déli vasúttársaság vette át. Az első szerelvény a budai indóházba, azaz a mai déli pályaudvarra 1861 tavaszán érkezett meg. Igen hamar kedvelték az utasok, mivel több napig tartott egy kocsi utazás például Budáról Kanizsára, és ezért ez 6,5 órára rövidítette le a gőzvasúton, amikor 1861. április 1-én forgalomba helyezték, és tulajdonképpen ez lendítette fel a balatonparti településeket is, mivel már az első időszaktól kezdve külön vonatokat közlekedtettek. Azonban a Balatonparton sem a vasútépítés, sem a későbbi üzemeltetés nem ment egyszerűen a vízszint állandó ingadozásai miatt. Az 1850-es években bekövetkezett igen nagy szárazság következtében igen nagy vízmennyiséget veszített a tó, és előkerültek a déli parton a turzások, turzásgátak. Ezt az esetet kihasználva a déli vasútpályát megépítették ezekre a túrzásgátakra, és a később bejött csapadékos időjárás, hogy ne mossa el a kiépített vasúti vonalat, illetve a túrzásgátakat, megépítették a siót, illetve szélesítették a sió zsilipet, és ezzel szabályozták a vízszintet. A vízszint szabályozása ez a 105 méter Adria feletti vízszinten történt meg. Ez egy nagyon fontos beavatkozás volt a tó életébe, mert a természetes vízmérleget így módon már nem csak a vízhozzáfolyás, csapadék és a párolgás befolyásolta, hanem a jelentős mennyiségű vízleeresztés is. A sió torkolatának szabályozása, a zsilip, illetve a hajókikötő építése a vasúttársaság eredeti terveiben nem szerepelt. A vízszint szabályozásának igénye csak a forgalom megindulása után, 1861 őszén, illetve 1862 tavaszán merült fel, amikor a hullámverés és a jégtorlás a pályatest hosszabb szakaszán nem csak tetemes károkat okozott, hanem egyenesen annak fennmaradását veszélyeztette.
Műszaki, sőt tudományos viták sorozatos tárgyává vált, hogy a pálya nyomvonalának kitűzéséhez használt korábbi vízállásmérésekre alapuló tervezési adatok megfelelők voltak-e. A kialakult helyzetben minden esetre csak egy megoldás maradt. A Balaton vízszintjének kívánatos, több szóba jöhető változat után közel egy méternyi lecsapolása volt. Az ügy azonban nagy viharokat kavart. Az előnyök és hátrányok megvitatása országos üggyé vált. Hátrányként jelentkezett több vízimalom megszüntetése, de hatást gyakorolt a megszokott partvonalra, a nádasokra és a munka elvégzésének finanszírozása is kérdéses volt. A végleges megoldási javaslattal több érdekcsoportot sikerült az ügy mellé állítani. Legfőbb érv a siófoki zsilip és kikötő megépítése volt, ami nem csak a Balaton két vízszabályozó társulatának, hanem a Balatoni Gőzhajózási Társaságnak is érdekében állt, hiszen ezáltal végre rendes kikötési lehetőséghez juthattak a déli part egy fontos pontjánál. A meghatározó érdekek egyeztetése után ifjabb gróf Zichy Ferenc királyi biztos felügyelete alá helyezték a munkálatokat, és 1862 nyarán elkezdődhetett a Sió összefüggő csatornázása és egy kőmólókkal védett hajókikötő létesítése. Eleinte négy helyen állt meg, Siófokon, Szántódomboláron és a mai Balatonszentgyörgyön, de már az első időszakban külön vonatokat közlekedtek, ezeket kéjvonatoknak hívták, vagy élvezeti vonatoknak egy különleges elnevezést, aminek a lényege az volt, hogy ezek a vonatok tulajdonképpen az üdülőforgalmat szolgálták, és gőzhajó csatlakozással bírtak, eleinte Szántódnál, később Siófoknál, majd később Boglától is, és így az északi partot is bekötötték az üdülőforgalomba. Az első időszakban a vasúti jegyeket a hajójegyekkel kombinálva is meg lehetett venni. Ennek az volt a lényege, hogy a gőzhajóknak a menetrendjét úgy igazították, hogy a vonatérkezésekhez, sőt még az átszállásokhoz is hagytak időt, hiszen volt egy időszak például a Siófokon, akkor csónakkal kellett a hajóhoz menni, ez meglehetősen nehéz dolog volt, útipotyászokkal felszerelkezve és viszonylag hosszú ideig tartott, de így is össze tudták hangolni a menetrendet. A társaság a forgalom növekedésével egyre nagyobb teljesítményű személy- és tehervonati mozdonyokat alkalmazott. A nagykerekű gyorsvonati szerelvények a 20. század elejétől jelentősen lerövidítették a menetidőt. Siófokra ekkor már 110 perc alatt érhettek le az utazók a korábbi 3,5 órához képest. Az 1913-tól közlekedő 109-es sorozatszámú gyorsvonati gőzmozdonyok jelentették a csúcsát a déli vasút vontatóinak, melyek közül egy a közlekedési múzeum tulajdonában lévő 1917-ben gyártott 109-109-es pályaszámú zöld színű mozdony a nosztalgia vonatok élén közlekedik napjainkban is.